Fiúk és lányok is tagjai a Mako Beavers baseball csapatnak, melyet szeptemberben alapítottak. Vásárhelyen évek óta jelen van a sportág, viszont a legközelebbi csapat messze van, ezért városunkban is beindították. Tulajdonképpen nagyon egyszerű az elmélet, dobj, üs, fuss és ér be a bázisra. Tulajdonképpen egyetlen kitétele van, akkor tudsz győzni, hogyha egy ponttal többet csinálsz, mint az ellenfél. Itt nincs félidő, itt nincs időlimit, itt éppen akkor van cser, amikor három játékos kiejtette a védekező csapat, és akkor cserél, és akkor átáll támadóba, illetve védőbe. A makui csapat korosztálya elég vegyes, de mindannyian lelkesek és imádják ezt csinálni. A baseball az már egy ideje tetszett nekem, mint sportág, de nem volt lehetőségem játszani. Az edző felajánlotta, hogy aki szeretne, az jöjjön a makpályára, és ott tudunk tovább gyakorolni. 15-16 ember, szerintem azért egy elég szép szám, és akkor elmentünk. Mindenképpen fejleszti a dobóerőt, a futást, nagyon jó kondícióba helyezi az embert, meg vicces játszani. A csapatot szombaton meg lehet nézni élőben is, hiszen a városi sportcsarnokban tavasz köszöntő utánpótlás tornát rendeznek, ahová Szerbiából is jönnek résztvevők. Puhalabdával, kisebb méretekkel játszunk ezt a baseballt, egy 6 perces játékidő, folyamatos óra mellett játékidővel játszunk a meccset. 10 órakor kezdődik az első meccs. Ez nagyon érdekes, mert Mako Beavers, Hódmezővásárhely Hódok meccs. Biztos, hogy a két város össze fog majd többször csapni különböző szinteken, és szerintem egy igen nívós. Lehet, hogy nem most először, de nívós meccseket fogunk játszani egymással. A torna megtekintése díjtalan.